Sziasztok, Wiser vagyok, és ez a Rugó Warrior, amúgy Rogue Warrior, ami megvan eredetiben. Ne kérdezzétek, hogy miért. Mindegy. Na, végre is sikerült megoldani, hogy Martin is látassa azt a játékot, ami amúgy teljes képernyősben fut, mert én voltam olyan hülye, hogy elfelejtettem, hogy talán az aerót ki kellene kapcsolni. Úgyhogy most, miközben Martin Morrow mindezik, szia Martin! Na, sziasztok, T-Marty 3000 vagyok, és igen, közben Morrowind ezek, mert miért ne? YOLO! Addig megnézzük így első látásra, hogy milyen ez a Rugó Warrior. Hogyha jól hallottam, akkor ez a játék rövid, tele van káromkodással, és rövid. Válasszunk nehézségi szintet, legyen a középső, mert mindig a középsőt szoktam legtöbbször választani. Képzeld el, hogy mondják azt, hogy bozd meg, és vége a játéknak. Nézd a küldetésnél itt a bal felső sorokba. Aha. Snafu. Snafu. Na, akkor nyomunk szépen egy enteit. Egyből, második mondat. A spec warrior, one who gives a fuck. Tehát már második mondatban káromkodás. Elvileg Mickey Rourke-nak a hangja ez, akit most hallunk a játékban. Ebben nem vagyok biztos, de jól emlékszel, Mickey Rourke. És elvileg ez a játék 2009-es, úgyhogy már jó 6 éve jelent meg. És tényleg most játszok el először, és tudom, hogy jelenetekre nem kellene beszélni, de... középső új. Találkozni kell a CIA kontaktunkkal. One thing I learned was a thin line between a simple op and a total dope fan. Na, úgy tűnik, hogy a főhősünk az nem szorozik, mert annyit káromkodik, mint hogyha nem lenne holnap. Oké. Észak-koreaiakat fogunk ölni? Annak szépen kitört a nyakát. Annak szépen elvágták a torkát. Ugye nem fogunk észak-koreai híradót be... Te. Írjad el, légy szíves. Oké. Így hirtelen improvizáltam egy ötletet, ezt most fel fogjuk használni. Úgyis végre van töltve egy a gépemre, amikor még Kim Jong-il élt. És közben háttérben egy jó nagy gránátrobbanás. Mondom, a kollégáink meghaltak, és maradtunk egyedül. Az így érdekes. Így a főszereplő hangja, ez olyan, hogy a barlangban lett volna, barlangban van, holott nincs egy barlangban, és így visszhangzik. Úristen. Nem vagyunk a Bakonyban, bazd meg. És úristen, oké, Martin, két dolgot kell mondanom. Egyrészt kurva nagy a screen tearing, tehát így néha így fordulok, látom, hogy így egy helyen el van vágva a kép. És ez a motion blur, ahogy mozgok jobbra-balra, ez most komoly. Úristen, ez így elsődikre. Ez így komoly lesz. Jobb egér, úgy van. Legalább a jobb egér az egeremen működik. Kell majd vennem egy másikat, mert ez meg elkezdett duplán klikkelni. Tenki kapitány egere. Úgyhogy... Több egeret fogyasztok, mint 4 éve. Igen, megcsináltam. Evel lehet megölni egy ellenfelet. Hát ezt meglátjuk. Na, nézzük. Hát egy kicsit agresszív kivégzés volt. R-74-es. Egy fegyver lehet nálam? Nem, kettő. Várj, nézzük. Aha, két fegyver. Akkor maradunk ennél, így van. És már kaptam egy elmentést, jól láttam. Ennyi után. Az úgy elég konkrét. Láttam volna valakit.
Nem volt senki, jó van. Na, miért Morrowind ezzel, hogyha már itt vagyunk? Na, azért, mert miközben te játszol egy átlagos vagy szar játékkal, addig én játszok egy jó játékkal. Jó. Itt kell. Meg hát, amúgy is most akarom végvinni úgy, hogy... Kivégzés. Eddig 3-ból 3, jó az arány. Oké. Na szóval most akarom végigvinni konkrétan kinyújtni a ellenfelet. Mi van? 4-ből 4. Mi a front ez a sok kivégzés? Unalmas. Hát nem akarom fölvinni magamra a figyelmet, érted? És így... De? Igen. Miért nem olyan, mint a 008-es ügynökbe, hogy megütött hátorról, aztán aztán összeesett. Itt igaz nem szokott meg a küldetés. Még nem szakadt meg legalábbis. Már megint kapta egy elmentést, húha. Éppen elindult itt a... Nem lövöm szét a biztosítékos dobozokat, nem. Kivégzés. Ez már az ötödik. Vagy még tudom csinálni stealth-fel ezt az első pályát? Biztos nem fog sikerülni, de azért megkérdez... hatodik ellen... éppen elindult. Hatodik. A fedezékrendszere, így el tudok váltani TPS nézetet, és akkor tudom látni, hogy hol vannak az ellenfelek. Ezt ki fogom használni, mert lehet, hogy itt most éppen... észrevett. Elvileg. Az ott... Martin... Belelőttem az ellenfélbe, megsérült, és átkerült az ajtó mögé, és most onnan lő. Értem már, hogy miért ajánlották ezt a játékot néhányan. De tényleg. Meghalt. Tehát aki belelőtt még egy pár sorozatot az ajtó mögül, ahová visszaesett. Értelek. Hello. Annak a holtteste meg... neki támaszkodott az asztalnak? Vagy ne... hogy mozgatja lábait? Most már nem mozgatja lábait. Kár. Az észak-koreai zászló. Hiányolom a Kim Jong... Kim Il-sen és a... tessék, itt van, Kim Il-sen szobor. Csak mondanom kell. Csak mondanom kellett, így van. Ebben lehet ide kötelezni. Akkor lejövünk. Úgy van. És még egy elmentés. Nagyon úgy tűnik, hogy itt... hello! Hogy itt... percenként lesznek ilyen quicksave-ek. Lol. Legalább nem neked kell. Hát... még elszólhatod. Ne aggódj. Drop dead, motherfucker, you fucking amateurs. Rohadék amatőrök, így elkezdett kárnokodni a főhősöm. Hát, hős, aha. Oda lőttem dísznek. Na, gyere csak elő. Újra töltesz, megvárom, amíg kijössz. Igen, nem megyek, fedezzék megé. Na, jelenjél csak meg. Csigabiga gyereki. Úgy van. Nein. Ne, te inkább noj. Na, az a következő. Ott vagy hátul. Bye bye. Na hát... Azt mondja a Dagot úr, Morrowind fő ellenség, hogy fölkészületlenül jöttem. Csak azért, mert nem küldetésszerűen mentem oda, hanem összegyűjtött ezt a fegyvert, ami kell, összegyűjtött azt, aztán oda mentem a fő bosshoz, úgyhogy még a küldetések 3/4-ét sem csináltam. Hello. Na? 3 ellenfél az ajtó mögül. Oké. Most már egyik sél. Na, hiányoltam a... Azt kezdtem elmondani az előző épületben, hogy hiányolom a Kim Il-sen és a Kim Jong-il posztereket. Jaló. Jaló. Úgy van, bújjál ki onnan. Bújjál ki?
Nem Jutka. Hát jó, látod, hogy ez is egy ilyen folyosó játék lesz? Helyes. Folyósó. G-vel lehet gránátot dobni, akkor dobunk egy gránátot. Motherfucking bitch. Ezt mondta, hogy... fölrobbantottam ott valamit. Elég durván. Valószínűleg az autót. Jó. Hát milyen autó ez? Lada? Hát ez szerintem... ez a Taki bácsi kockaladája átfestve. Ide került a szomszédok után. Jól van. Baszódjon meg Dagot úr, hogy... Meg a KDMP. Meg az is. hogy keresztül esik a izén, aztán nem tudom a holttestéből fölvenni a izét. Az biztos. A rohadás öljön meg. Hogy az állja beérni, de rossz még egy elmentés. Barátom a KDMP. Húha, hát ti aztán nem nagyon... Hát ti nem nagyon vagytok kiképezve. Jó van. Következő ajtó, Na, tovább megyünk. Hello. Úgy van. Itt hallom, hogy valaki dudorászik, nem tudom, hogy kicsoda. Glitch. Hát nagyon remélem, hogy nem. Megpróbálok végig nagyon tempósan menni, jó van, komolyan percenként elmentések vannak. Ez meg itt nézett rám és nem lőtt, gratulálok. Na. Hozta biztos a küptes kalácsot. Már megint. Na, csak nem sikerül megölnötök még. 6 töltényem maradt, akkor váltani kéne másik fegyverre. Lol. Kirúgja az ajtót, és nem lő utána egyből. Még egy elmentés. Akkor ennek a játéknak ez lesz a... meghaltam, na végre. Szóval... ez lesz a játéknak a momentuma, hogy elmentés, és akkor most... Nem fogok fedezéket használni, mert ez túl egyszerűvé tenné, úgyhogy... Úgyhogy végre megtanultuk, hogy Mikir úr mennyit bír ki. Lál. Megint eltűnt a kurva anyját, még hányszor kell betöltenem ezt a mentést? Egy 10-es skálán hanyasra értékelnéd a Morrowindet? 10-esre értékelném, csak az Xboxos változat tele van ilyen hülyeségekkel. Glitch-el? Igen. Tehát mondjuk az Xboxos változatra adnék egy... jelenet. Hibái ellenére 8 felett 9-et. Olyan DSC feje van a karakternek. Content. De nézd meg. És most nem játsz a hangfájt. És így tátog a levegőbe. Átmentünk szomszédok virágdoktorba. És most hangeffekt nélkül megy le. Uha. De ezt gondolom meg kell ölni, és én most épp pinni akarok. Kiajt egy gránátot oda. Gránátnak sincs hangok effektje, gratulálok. Ez most mi volt? És most mi van? Ez volt az első pálya. Úristen. ...1986, november. Bocsánat, visszavonom, akkor még Kim Il-sung volt. Még 94-ig volt hatalmon, hogyha jól emlékszem. That's the factory. The great leader must have a tiny dick. The great leader must have a tiny dick. Igen, így ezzel kezdte a pályán mondani valóját. Tök jó, hogy még egy térkép is van, tehát így látom, hogy hol vannak ellenfelek, vagy hol nincsenek. Mit van itt két? Jaj, használjunk a létrát. Akkor használjunk a létrát.
Ja, hogy ide tűnt el. Ó, hogy rohadna meg. Oké. Már megint egy elmentés. Kolyan számolni kéne hány elmentés van. Könyörgöm, ne legyen olyan őrült, aki esetleg megszámolja, hogy mennyi elmentés van ebben a játékban, mert én komolyan meg fogom kérdezni tőle, hogy miért. Úgy. Hát szóval itt is fekete-fehérben megy át a képernyő, hogyha halál közelben vagyok. Hát pont úgy, mint a Sildennek az utóbbi argonos játékaiban. Kivéve a Chernobyl Undergroundot. Lelögtem a semmibe a fő ellenfelet. Oké. Okay. Gratulálok. Köszönöm. Tehát olyan fekete-fehér, mint a Chernobyl Undergroundban. Hülyeséget mondok. Chernobyl Commandóban és a Manhunterben. Ezért nem utassa lábai közét. Igaz, hogy már halottam, csinálja ezt. Na, szóval az épületből lőttök egy páran. Aha, jó, mindjárt odaérünk. Jó. Aha, más útvonal nincs, akkor itt be kell jutni. Na, onnan lőttök. Onnan. Annak ott annyi, következőt. Na, ez az. Sikerült megölnöted, nem céloztam oda. Hú, jó. És itt volt a létránál checkpoint. Na, akkor ezt kivégezzük. Játszunk normálisan. Videon nyomdoza Kim Jong-il dongjikeseneun 나라의 과수업을 발전시키는 데서 용전 과수농장이 차지하고 있는 위치가 중요하다고 하시면서 Hát tudunk oda lopakodni anélkül, hogy észrevegyenek. Hát most ezt megnézzük. Nézzük meg a játéknak a határait. Azért tök jó először így ülve szerelt, aztán amikor kivégzésbe mentünk át, akkor fölállt hirtelen. És a holttest az persze átesett ezen a csöven. Gratulálok. Sőt, két csöven is. Észrevettél? Fuck. Most már mindegy. Szóval lelökted a fő ellenfelet a semmibe. Igen, és megjelent hirtelen mögöttem megint. Gratulálok. Te... Ne bántsad azt a szegény játékot, hát mit átott neked? Ilyet csak nekem szabad. De amúgy ezt sikerült eddig előhoznod, vagy nem? Szerintem... Mitől haltam meg? Tőlem kérdezed, én nem látom. Úgy van. Kikukucskál onnan a sarok mögül. Hát nem csoda, hogy lelövöm. Nagy a létra, és akkor itt le kell jönni. Úgy van. Fast rope. Ez az. Milyen szép kis poszternél jöttünk le. Na. Jussunk el a rakétákhoz. Rakéta! Rakéta! Hello. Ciao Marina. Úgy van. Ciao. Ciao Marina. Marina. Úristen, Hungáriából idézek. Na jó van, vagy Hungáriától, hogy pontosítsak. Jól van. Ezeknek a mesterséges intelligenciája, mint hogyha egy megszáradt kifivel lenne egyenlő. Az van itthon. És holnap is az lesz, mert nem fogsz tudni venni viset. És erre elkezdesz recsegni. Akkor folytassuk Mário kalandjainkat. Na szóval, amúgy ezek a recsegések, ezek pont jó indokot adhatnának arra, hogy így részekre bontsam majd a dolgokat. Akár. Csak akkor ilyen, nem tudom, 10-20 perces részek lennének. Hát, mint egy korábban. Oké. Okay. Hát, majd meglátjuk, hogyha ilyen szar idő lesz, akkor lehet, hogy majd ki fogom használni, hogy így szétbontom. Gyanús nekem ez a nyílt terep. Ó, beindult a háttérzene, úristen, van háttérzene. Hú, ott rohan valaki. Hú, hátba lőttem.
Ó, talán itt kéne fedezéket használni. Valahogy így. Igen ám, de... Á, ki tudok... Ó, át tudunk váltani TPS-be ezzel, de jó. Remek. Ennek a játéknél vannak értelmes dolgai. Azon nem mindegy. Na. Úgy, kilőjük. És meg is halt. Jó, tovább megyünk. Nem nagyon kéne sietni. Habár ennél a játéknál tök mindegy, mert így perceként vág hozzád egy el... Kötelet nyomtam. Úgy van. Perceként vág hozzád egy elmentést. Na, ide. Meneküljünk el a gyárból. Hát persze, ilyenkor bejönnek egy páran. Megszokott módon beszkriptelt ellenfelek. Hülye! Valakiként nagyon erős tüzérzettel rendelkezik. Na hol vagy? Gépágyú esetleg, vagy csak két-három ellenfél egyszerre? A válasz egyszerű. Két-három ellenfél egyszerre. Elfeküdt. Ugye az is elfekszik. Hát akkor nem, hogyha a kormányba lövök ebben a... Vagy ebben, annak a targoncák a kormányát lövöm. Futómű hiba vagy a kormány, mi rossz? Ugye a Subbase Master idézet is megvolt. Ott... Konkrétan legyőztem a fülellenséget úgy, hogy a fülküldi... Körülbelül a negyedét csináltam meg az egésznek. Megtanul speedrunolni, helyes. Hát tegnap néztem, hogy van egy olyan Morrowind speedrun, ami 3,5 perc alatt végviszi a játékot. Na, hogyha te azt megcsinálod, büszke leszek rád. Az kutya... olyan bonyolult, hogy nem bírtam követni egyszerűen. Kutya szarszakban. Okkan szagot érzek. Na, hol vagytok? Ott fönt? Jól látom. Aha. Lent is. Ez a fegyver egész tetszetős. Mondjuk nagyon hord, hogyha jól látom. Ej. Az igen, kigugolok. Egyből eltalálnak. Úgyhogy figyelni kell. Nem akarok fedezéket használni, az túl egyszerűvé teszi. Rohadt dobozok útban vannak. Doboz? A doboz forog? Na, alig várom, hogy beszkripteljen egy pár ellenfelet. Lehet, hogy nem fog. Húha. El tudok jutni a lépcsőig, anélkül. Igen. Az, ezért ez milyen masszív egy lépcsősor. Óóó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 
semmiben jelentek meg. Az orrom előtt rakott be két ellenfelet. Lol. Vagy halucináltam, de szerintem ez az orrom előtt így hitel. Hopp, két ellenfél. Az egy nagyon, nagyon konkrét dolog, köszönöm szépen a játéknak, hogy így úgy határozott, hogy a lépcsősor után egy hirtelen két ellenfél közvetlen közelemben jelenik meg. Ez meg itt föl fog robbanni szerintem. Nem fog fölrobbanni? Csak így befüstölt. Így egy rakétába így beledött, hogy füstölgött. Attól tartottam, hogy, ettől megdöglök. Így. Hát így nem fogunk fedezéket használni. Na, legyük óvatosra, hogy itt megöljük ezt, azt az ellenfelet. Mondom, megöljük, úgy. Használták itt egy gránátot, sőt, miért ne? Valahogy így. Az ott szép volt.
Akkor én egy pisztolyt használok. Ha, miért ne? Hát eddig bevált. Basszus, ennek nem kellett volna valami droppolnia? A rohadt életbe. Ez egy úgy határozott, hogy nem szeret téged és nem adott semmit. Fuck you. Fuck you, Baltimore! Ebben itt közelít felé, de lőni nem lő. Ez a pisztoly is egész érdekes. Ja, hogy ennek korlátlan tölténye van? Jó, azért néztem, hogy most a tölténszám az hol van, aztán kiderül, hogy ennek korlátlan a tölténye. Ez úgy korrekt. Hát nem ennek, a pisztolynak, csak most azt hiszem használom. Egy kicsit gyengének tűnik. Na, megjelne végre ott az a fönti ellenfél, mert most azt várom, hogy beszkriptelje. Ja, hogy én itt ugrani próbáltam, de hát ebben a játékban nem lehet ugrani. Ja, hogy ebben sem. Hát... szerintem nem lehet. Gombkiosztásban nem emlékszem arra, hogy ilyesmi lett volna. Így. Ah, most jelent meg a semmiből az ellenfél ott fönt. Úgy van. Na, de hát ilyet nem kérünk. Fölveszem egy másik fegyvert, hogyha van, de nem... Bozd meg! Mi az? Várjál, mi az? Kis begész. Az történt, hogy... Van a végén ez a scriptelt valami, hogy a itt van ez az istennő, aztán köszönjük, hogy megmentetted Morrowindet, aztán droppol egy gyűlt. Hogyha azt nem veszed fel, és úgy kimész, és utána visszamész, akkor a gyűrűt nem tudod már fölvenni. I got a ring in there last night. Úgyhogy, fuck! Gratulálok. Lőketed le megint az ellenfelet. Igen. Megint lelököm. Tü-tü-tü-tü. Na. Ugye most nem lesz az, hogy itt hirtelen beszkripteli ezt a két rohadék ellenfelet. Tudom, mit fogok csinálni? Mit? Oda fogok baszni egy kurva gránátot. Most jöttek ki az ajtón, az előbb nem jöttek ki. Ó, hogy a kurva anyátokat? Rohadékok. Mentés, basszom. Ja nem, csináltam egy mentést, miután legyőztem. Akkor jóló. Pecseneg, milyen fegyver ez? Na, oké, tudod mi történt ezzel, amikor itt meghaltam? Szóval azt történik, hogy eljössz egy adott pontra, akkor ez az ajtó kinyílik, és itt ki fog rohanni két ellenfél. De amikor ide jöttem, az ajtó nem rontak ki az ellenfelek, hanem a semmiből jelentek meg. Tehát szkriptelési hiba. Nice. Értele. Ott egy ellenfél. Hello. Sőt, kettő is. Úgy. Ennek a fegyvernek egész sok tölténye van. Túlzottan, gyanúsan sok. Két lövéssel meghalt. Holó. Na hát akkor itt lejövünk. De akkor azt mondjad el, hogy milyen hibákat vétél eddig felfedezni a Morrowindben. Az a baj, hogy túl sok van. Tehát így... Időm is van, szóval nyugodtan. Az a baj, annyira sok, hogy így... Nehezen tudom konkrétan elkezdeni a felsorolást, de az uesp.net-en van egy felsorolása ezeknek a hibáknak. De most konkrétan például ez a scriptelési hiba, hogyha kimész arról a helyről, ahol megküzdöttél a bosszal, aztán visszamész, utána nem tudod fölvenni már a gyűrűt. Például ez. Ez egy elég súlyos hiba.
Mondjuk az nem tudom, hogy mennyire számít hibának, hogyha lehet ilyen szuper potionöket készíteni. Én mondjuk csak amiatt tudtam ilyen korán legyőzni a fő boss-t. Mert konkrétan így addig tolhatod az intelligencia, meg strength, meg ilyen attribútumokat, ameddig akarod. De nekem például az előbb ilyen 90 ezres intelligenciám volt. Az mennyire sok? Az elég sok. Úgyhogy alapból, hogyha nem használsz potit, meg ilyesmit, a karaktered összes attribútuma nem mehet 100 fölé. Jól van. Tehát okosabb vagy, mint egy ötödikes. Okosabb vagyok, mint egy digitális informatika könyv. A 99-es? Igen. Akkor beszéljünk már erről is. Tehát az itt a helyzet, hogy tankönyvistában ott van egy 1999-es informatika tankönyv. És... Ilyen. Ezen azért nem lepődött meg, mert én is olvastam. Nem emlékszem már pontosan, hogy mik voltak megemlítve benne, de 99, hát gondoltjátok, akkor nem volt ilyen, hogy 50 megabites internet, meg LCD monitor, tehát ilyen 16-9-es, ugyan már, hát ilyenek nem. Én emlékszem megemlítve például, hogy hogyan kell a hálózati beállításokat konfigurálni Windows 3.1 és Windows 95 alatt. Meg talán 98. Bár utóbbi kettő ugyanaz lényegében. Gondolom én. Harmadik pálya. Nice ass! Harmadik csont pályája. Jussuk be a raktárba. Na, akkor ezt kivégezzük. Na, mert ez megvan a gyűrű is. Helyes. Picit agresszív vagy, nem gondolod? OTS-2, hát fölvesszük. Inkább az, mint a korlátlan történő pisztoly. Na, ezt is ki tudom végezni? Autószerelő. Megint föl fog állni? Szerinted? No. Na, figyelj akkor. És igen. The motherfucking játék is egy zseni. Na, ezt szerintem ki tudom késelni, még mielőtt a többiek észrevennének, úgyhogy megdöfjük. Ó, épp időben, mert kezdett megfordulni. Meg szükség van 16 színű monitorra. És a mai számítógépek a videófeldolgozást nem tudják elvégezni. Hangkártya. Hálózati kártya. Ezek mostában már alaptopra integrálva vannak. Persze, hogyha ilyen gigabites internetet akarsz, akkor nem biztos, hogy alaptopi elég. Sőt, ezt megmondom, hogy a 20 megabites dig internetnél is inkább kellett használni egy külön hálózati kártyát, mert néha instabil volt, de 800 forintért vettem, szóval. Ja, ráadásul újjan egy 800 forintos hálózati kártyát, és ezzel működött rendesen. Most meg már úgyis router van, szóval ezzel le van osztva. Ez üri azt a jégidőgistő, szóval inkább siessünk. Hello, úgy van. Na, tehát Morrowind hibák. Aha, vannak úgy van. Tehát egy ilyen nagy játékban azért érthető, várható. Igen. De melyik volt az eddigi legrőhelyesebb? Hát, szerintem a legrőhelyesebb hiba az, hogy az Xboxos változatban egy mentés betöltése tart egy vagy másfél percig. Poster. Üljön a koreai jó munkás ember. Így van. Szóval egy másfél percig tölt. Igen, addig tart betölteni egy mentést. Úristen. És nem értettem, hogy ez hogy. Tehát most hogy lehet egy vagy másfél percen keresztül egy mentést betölteni? Oké, hogy
rengeteg dolgot kell a játéknak letárolnia, de akkor is most egy mentés, nincsen 100-200 blokk. Attól még mi a francot tölt annyi ideig? Ja, meg hajlamos így, minél tovább mész a játékban, annál inkább előfordulhat, hogy kiakad a játék, hogyha föl akarsz venni valamit. Vagy csak úgy simán kiakad magától a játék. Az hogy? Hát nem tudom, ez így van megcsinálva. Xboxra nincsen optimalizálva az egész, de örülök neki, hogy legalább van ez a játék, tehát... Még a hibái ellenére is szerintem egy nagyon jó játék. És az Oblivion? Azzal nem játszottam. Ej. Pedig az elfutna még a te krumplidon is. Krumpli? Krumpli? Burgonya? Patáta? Itt van megint az előző poszter. Már az előző pályáról. Jó van. Már is fejtettem, hogy mi a... Megnézzük. Elkét egy dokokhoz, jó van. Annyira nem figyeltem. Lol. Lol. Ezt ki tudom-e végezni? Biztosan nem, mert ide oldalra fog jönni mellé. Hú, dehogy nem. Ez azt a szépet esett. Na, beszélek valakivel, hogy észrevették-e, hogy kinyírtam Dagot úrt. Hát ez pont nem. Jó. Ez már észrevette, oké. Ez a fegyver milyen szépen van ide rakva. Most néztem rá, az mi? Ez egy AK-74-es, 74-es. 47-es talán? 74, ez van ide írva. Szar. Ne fölveszem. Klasszikus fegyver, úgyhogy miért ne? It's a dope fuck, Admiral. Your intel was bullshit. Yo, intel was bullshit. Uha. Suck my balls, my hairy fucking big balls, wrap them around your fucking mouth. Kapjátok be a nagy szőrös golyóimat. Kapjátok be a kolbászos kenyeret. Optimus. Ez a tipikus VMTXT. És ez csak az érti, aki megnézte a Mortal Kombatos videót. Így van. Amit alaposan összevágtam, hogy lehessen nézhető formátumban. Hát azért 4 óra 16 perc, 1 óra 54-re lenyestem. De úgyhogy konkrétan majdnem minden dialógus benne maradt kettőnk között. Vége felé már mindenketten csendben néztük, mert már tényleg untuk. Martin is, én is. Igen. Már arra mentünk, hogy legyen... az ott szépet szatozott. Arra mentünk, hogy vége legyen. Dal. És szépen ki lett innen lőve. Már megint így van tartva a fegyver. Hát te... Bújjál ki onnan megint? Úgy van. Na. Tovább megyünk. Lehetne most sprintelni is. Még egy elvetés. Better dead than red assholes. Aha. Ja igen, azt mondd már el, hogy milyen ajánlatot kaptál a Ramon Film Productions-től. Az volt az ajánlatuk, na most elmondom, tehát tőlük néztük meg a Who Killed Captain Alex-et, ami ugye egy eléggé beteg trailerrel jelent meg a YouTube-on 2010 nyarán, úgyhogy jól emlékszem. És azt az ajánlatot kaptam, vagy kaptuk, mert hát szerintem ezt közösen csináltuk, hogy fölkerüljön a csatornájukra, de valószínűleg azt fogom csinálni, hogy majd feliratozom így a lényeget, meg kivágom azt, amikor csak így lefordítom a szöveget. Szóval lehet, hogy fölkerült az ő csatornájukra. Ez egy meglepet. Meg elküldtem WeTransferen keresztül a videót, egy kicsit konvertáltam, letömörítettem, mert hát az Uganda internetem a legjobb. Ami nem épp a rendező maga,
kommunikált velem, hanem az egyik odatelepült színész, hogyha jól tudom. De igen, ez itt a helyzet, kérem szépen. Ja, ezt meg kell nyomni, úgy a nagy pőrös gombot. Ellenfelek, scriptelve, jussunk el a vonatig. Ott vagytok. Gránát, lal. Ennyi. Hát a térképen látok még négy ellenfelet. Négyet! Négy, és pont akkor kezdtél berecsegni, amikor ezt mondtad. Na, értsünk tovább. Itt volt egy pont a konténer mögött. Esküszöm, ez a screen tearing, hogy így szét is a képernyő, ez az agyamra fog menni. Imádom, hogy így mozgok, így tehát szét is a képernyő. Budapest TV. A szét osszódott inkább. Egy elvileg többen nincsenek. De mindjárt lesznek, olyan nincsenek. De lehet, hogy mindjárt vége a pályának. Hello. Tudtam. Gugolj. Közben abba adja a Morrowindet, mert... basszus. Beütöttem a kezem. Gratulálok. Azért, mert most ez egyelőre elég volt. Majd még folytatom a kiegészítő küldetésekkel, meg minden később. Ott lesz szépet esett a holtest. Egyik konténerről. Exclusive content! Na. Ennyi. Hát ezt túléltem. Nagyon könnyedén. Az ott megint így szerintem megcáfolja a fizikát. Valaki ide dobott egy gránátot és nem kezdtem el rohanni. Szép volt. This game has kihívás. Na hát akkor vegyük egy kicsit komolyabban is. Ezt komolyabban? Igen. Ez egy jó kérdés, hogy ez a hanglejtés. Úgy vártál rá. Hát ez csak komolyan lehet venni. Jelenjétek csak meg onnan. Nem, akkor kaptak egy gránátot. Azt szerintem rossz helyre dob. Úgy van, kicsikét hátrébb kéne. Úgy. Igen. Na, hol jelennek meg az ellenfelek? Itt fognak. Úgy van, akkor itt is visszarolnunk. Vegyük egy kicsikét óvatosabbra. Ezt innen leszedjük, úgy. Meg azt is. Azt ott le lehetett volna, hogy nem kellene újra tölteni. Ide rohansz, helyes, akkor annak ott annyi. Az ott le fog esni a konténerről. Nem, hátra esett, akkor nem essik le a konténerről. Na, majd amúgy szóljál 4 óra előtt egy pár perccel, mert akkor abba hagyom. Oké, okay. Köszönöm. Most van 3:30. Jó. Ezt nagyon hülye mondtam, bocsánat. Na hol vagy, mert itt valaki még él? Mert mi lesz, akkor nézni fogod a gumballt? Nem, az időmérőt. Jó. De nem ám a köztévén. Hülye vagy? Felejtsd el, én köztévén inkább köszönöm. Na, ki tudom lőni onnan? Úgy sikerült. Kivéljük ezt a föntit. Ide jön a következő, az is megvan. Jaj. Úgy. És
És elvileg ez itt a vonat. Nem, még egy elmet, és akkor még nem. Hogy te ellenfél fönt, hát persze. Megszokott módon fönt rak... fölénk rak ellenfeleket. Hát onnan hogy nem tudtál eltalálni? Az ott olyan szépet esett, be is vert a fejét. Hogy gurult le. Gurul. De legalább nem úgy gurult, mint egy hordó. Úgy. Na. Elnézek hátra, mert itt tudja kinézem a játékból, hogy így hirtelen, jaj, még nem, még jön egy pár ellenfél, hát jön is, ott jött egy. Úgy, mondtam, hogy jönni fog. Valakit bujkál amúgy. Ott van. Volt. Úgy van, mint, komolyan mondom, mint egy galéria, így lőhetek mindenkit egy helyben. Hát, szerintem ezek innen jöttek. Így van. Egyet azért megöltem még az autón, jól van. Na még itt ketten vannak, most már csak egy van. Ott bujkált az ajtó, hülye, autó mögött. Jaj, te még éltél, hát most már mindegy. Na, itt vagyunk, igen, jelenet. És végigvittad a játékot. Fucking wind is so cold it'd freeze the balls off a fucking polar bear. Olyan hideg szél van, hogy egy kibaszott jéges medvének a golyóit is lefagyasztaná. Annyit káromkodik a főhős. Te majdnem minden mondatjában legalább 3-4-szer. Kurva screen tearing, az eszem... Konyan, minden jelenetben legalább 3-szor azt veszem észre, hogy a képernyő szétesik két részre. Na, ki tudom ezeket végezni? Húha, hát nem hiszem. Úgyhogy ezek zöldek, úgyhogy nem tudom, hogy... De lehet. Akkor miért zölde van kijelölve? Na. Ez így érdekes lesz. Jóló. És elkezdett lőni közben, lol. Jelenet végén elkezd lőni. Na, mi van nálad? AK-74? Ide vele. Inkább azt használ, mint ezt a rohadék pisztolyt. Már van is vele 246 tölténye. Repülők. Én nem a Geszti Féter féle repülők. Na ezt ki tudom végezni. Amúgy itt vagyunk az észak-koreai szovjet határon. Mert mondom 86, tehát akkor még létezett olyan, hogy Szovjetunió. És létezett olyan is, hogy Gorbacsov volt az első pártitkár. És létezett olyan is, hogy Kádár János. Így van. Eszembe jutott az, hogy Ádár János. A párthíradónak a zsenialitásai. Lelökjük? Lelökte. Jól van. Mert ez a rohadék szkrinté... Szólj rám, hogy ne azt nézzem, amikor szét is kell képelni. Ez ott észre fog venni? Nem! Periférikus látás? Minek? Jaj.
Jön melletted a pattogatott kukoricát, tessék! Érted? Elkezdett ülni rám, erre kivégzem. Valaki elkezdett engem amúgy lőni. De várjál, figyelj, figyelj, figyelj! Hát erre innom kell. Szíjadatlan. Uramisten. Na jó. Akkor menjünk tovább. Ami most a hídnek a pillárjaira, a lábaira kell rakni a robbanó töltetet, mint például ide. Na, lelökjük? Jó utat! Malév. Kurei malév. Mennyi hülye poénunk van ebben, nem igaz? Te annyi paromságot hordunk össze. Á, szarok bele! Ez együttésed. Jó van. Érzünk, majdnem megdöglök minden egyes alkalom, amikor így vállalkozok ilyesmire, de kit érdekel? Most már úgy vagyok vele, hogy legalább egy előadást legyen ebből. Na? Engem ez a játék miért emlékeztet a Manhunterre? Mert ez is egy bücső FPS? De amúgy ezt a Rebellion fejlesztettem. Nézd csak utána, hogy ők miket csináltok. Oké. Közben lerakjuk a második töltetet. Happy 4th of July, motherfuckers. Boldog július 4-ét. Ó, jelenet. Jaj! Leszedik a töltetet. Nem sikerült. Igen, most ehhez nincs itt hozzáfűznünk. Hú, már orosz katonák, bocsánat, szovjet katonák vannak, akik mindjárt megölnek. De lehet, hogy nem. De sikerült, jó van. Na, utána néztél már? Ó. Oló. Most nézek utána. Aha. Oké, megnézem. Azt mondja, Aliens vs. Predator és Sniper Elite game sorozat, játék sorozat fűződik a nevéhez, oké. Na, hol van összefoglaló lista? Az, oké. Midnight Club 1. Oké. Na, elvileg. Lift, jaj, te gomb, jó van. Ennyit csináltak? World War Zero Iron Storm. Tehát őt csinálták az Iron Stormot is, jó van. Igen. És hogy elhallgatott a zene is, gratulálok. Ennyi, semmi mást.
Van itt egy csomó minden, csak ilyen, ilyen no-name játékok. Largo Winch, mi a franc, a Skyhammer, nem tudom mi az. Ja, hogy a Midnight Clubnak csak a Game Boy Advance változatát csináltak. Óhó, cseles. Ah, Inos TV. Ooh, hello. Hello. Na, sikerül megölnötök? No. Nagyon banzáj módon közelített ide, miközben lőtt vagy 300 lövést. Na, akkor fölmegyünk. Gondolom itt jön egy ellenfél, az ajtó mögött nem jön, akkor ajtó. Jelenet. Na. Mikor jelennek meg? Ó, a papír. Kurva anyád. Rakéta. A rakéta program az nem koreai, hanem szovjet. I've got the destination point for the missiles. I'm going after them. Negative. They get windy view, and the Cold War gets a lot hotter. I'm feeling the heat already. I mean it, Dick. No bullshit. You wrap this thing now, or I will nail your ass to the wall for insubordination. Say it again, boss. You're breaking up. Főhősünknek a karaktere Dick. Hát illik hozzá. Na, tehát... Ti már oroszul beszéltek. Az a poén, hogy miért elkezdtük a rögzítést, épp egy orosz kollégával beszélgettem. Szóval... Kicsit ironikus. Nagyon elhallgattál, Martin. Ja, bocsánat, csak közben gépelek. Ja, oké. Okay. Nem lehet hallani, vagy nem tudom, hogy lehet-e hallani. Nem, épp ez az, hogy nem. Azért, mert tablet. Jó. De szépen mozgott a lába. Nem azt akart, hogy szagoljam meg. Na, akkor elmegyünk itt az ajtón keresztül. Szovjetunió logója? Honnan lőttetek? Lentről. Aha, persze. Nem hozzák fedezéket, mert hülye vagyok. Így. Akkor elküldjük azt ott. Valami ott fölrobbant. Hát persze az ajtó mögül is kihozunk ellenfeleket, mert olyan nincs több. Eléggé sok itt a Szovjetunió logó, mit nem mondjak. Itt van egy az ajtóval szemben, meg ott lent is van legalább három, ha nem több. Hát érzékeltetni kell, hogy te most a Szovjetunióban vagy. Ó. Gyere csak ki onnan. Úgy van. Az ott nem hiszem, hogy meghalt, de lehet, hogy igen. Mikor térkép nem jelzi, akkor lemehetek végre? A másik oldalon? Vagy egy... Csak robbant valami. Jó, akkor itt gondolom le kell jönni csak. Na, egy pont kaptam egy elmentést, szóval ettől tartok, hogy itt mindjárt hirtelen ambush! Vagy nem. Mi volt az hang effekt? Ez ennyi volt. Fubar. Fucked up beyond all recognition. Ez azt jelenti. Ezt onnét tudom, hogy Spec Ops-t lájnoztam. Kurva sokat. Abból csináltam onnan egy videót, ezt tudtam, hogy tavaly szeptemberre. De nem volt meg az ikletem hozzá. Túl nagy falatnak tartottam. Egy kastélyt kell. Húha. Egy kastélynál járunk. Ugye nem ez az utolsó pálya, mert akkor én be fogok röhögni.
De legyen az. Az baszta be. Játék, amúgy is unalmas. Akkor legalább ismétlődő ne legyen annyira. Hát arra ott a Paramount Channel, az ismétlődik. Na jó. Itt óvatosak kell lenni, mert itt ugye havazik, és akkor itt a látótávolság nem éppen valami jó. Nektek inkább egy picit óvatosabbra veszem. Attack, ott vagytok! Bránát. Úgy. Na. Hát ott szépen leültél, komrád. OTS2, OTS, mindenkinek OTS2-je van, nem fogok OTS2-t használni. Aha, ide kell jönni, és itt van egy ellenfél, aki sárga, szóval ez nem vett még észre. Mint a karácsony lenne. Hát, elég érdekes hasonlat, mit nem mondjak. Hát ez milyen fegyver? TT-33-as pisztoly, OTS, adjatok már az OTS-02-vel. Ez kell itt nekem, adj, na mi ez? Fölvesszük. De nem az OTS-2-t akarom fölvenni, hanem az AK-47-et az ékszerelmére. Vagy AK-47, vagy 74. Mindig keverem. Nem az OTS, basszus, ez a rohadt fegyver. Ezt akarom itt fönt, itt. Jó, tudod mit? Fölveszem ezt a szart. Így. És most föl tudom menni az AK-70. Na végre. De ez lett volna nekem mindvégig. Ez mindegy. Legalább hülyének tudni kell lenni. Na. Igen. Minden módszert megtalálok arra, hogy azért ezt itt kihasználjuk. Így. Na csak most szólok, hogy 9 perc múlva 4 óra. Jó. Nagyon attól parázok, hogy ez az utolsó pálya. Ez túl rövid lenne ahhoz. Nincs és belekever... És recsegni is. Folytassuk. Szóval... Igen, tudjátok mennyi szünetet tartottunk itt? Kb. 15 másodpercet. Kiadtaboztam a játékból, leraktam, fölhívtam, visszaváltottunk. Ennyi. Nincsen ezeknek valami dolguk? Ajtó elé dobunk. Ott jöttek páran. De komplet hadsereg van, hol? Egyetem bírok eltalálni, hogy ezek annyit mozognak. Na jó, elkezdek végre harcolni is. Meg akartad kicsit könnyíteni a dolgomat. Igen. Ott vagy. Na. Szokásos beszkriptelt ajtó mögül kijönnek sok százan ellenfél megvan. Szokásos... Get a load of this fucking place. Szokásos szkriptelt valami minden ilyen játékban. Hát ez itt milyen szobor? Ez azt mondom, hogy Stalin, de nem úgy tűnik. Ez inkább Leninnek tűnik, de abban sem vagyok biztos. Nézzük. Hát nem tudom. Én bocsánat, de hülye vagyok. Oké, akkor menjünk tovább. Jó, menjünk tovább. Még egy elmentés. Lol. Na, itt tuti lesznek. Így van, hát ez, hogy a lépcsőről rohannak rá. Hát, honnét máshonnan. Genghis Khan, jól látom. Bár ez 10 év múlva Magyarországot is elképezni fogja. Ha már most nem. Khan.
Akár, ójajajajaj. Nem kéne meghalni, és megint ez a screen tearing. De kellett volna állítanom a játékot Nvidia-ban, na mindegy. Hol vagy, akkor itt fönt vagy. Á, ott vagy fönt, jó van. A másik oldalon is. Jó. Hát ez várató volt. És persze, órom elé gránátok. Hát ez nem jött össze. Elég közel dobtátok azt a pár gránátot, hogy ne mondjak. Az igen! Az szép! Látva kám! Várj, de jó volt, hogy kivégeztek valakit. GM94. Á, ne, ne legyen egyszerű dolgom. Hello. Ó, hát ez... Hello. Na. Nem halok meg. Azt használjátok fedezéknek? Hát is zsenik vagytok. Komolyan. Ó, itt van még valaki. Most már nincs. Gránát. Ez nem jött össze. Nagyon-nagyon meneten... nagyon ilyen akciódús a zene, és 4 perc van, tudom. Hú, te még élsz. De nagyon ilyen... Hú, de beindult... melódiák. Az ott még él ám. De most már nem fog élni. Ezek eléggé megsebeztek. Morrowind bugok után, gondolom most egy jelenet jön. Nem, még nem. Ha, nem talált. Az viszont telibe. Az ott megint szép volt. Látva kám, hogy ide jössz. Hú, majdnem megöltetek. Könyvtárban ráadásul. Na. Lopakodjunk előrébb. Így. Meg úgy. Úgy van. Na, könyvtár. Informatikus könyvtáros szak. Ja, egyetemi. Informatikai alapismeretek. Hagyjuk. Ó, hát persze. Jaj, egy gránát. Jaj, még egy gránát. Egyetem öltem meg vele, de majd harmadszor. Senkit? De legalább megzavartam vele őket. Talán. Igen. Egyet tető megöltem mégis. Ha milyen fegyvered van? Az nem tudom, eltűnt. Vagy nem vettem észre. Húha. Húha, hát ez milyen ajtó? Ezt tudjuk ki kell lőni, mert itt jön valaki. Mindjárt jön a metró. Ja, kisvasút. Kisvasút. Megáll a stadionnál, jóló. Annyi ilyen point, túlzásba visszük. Nem érdekel.
pecsenek fegyver, adjá. Beledöttem a robbanóhordóba. Lol. Igen, bevallom. Én voltam ott a hülye, ott egy robbanóhordó volt. Ezt a pályát mi megcsináljuk, azt elmondom, és akkor mára ennyi. Oké. Lehet, hogy ez az utolsó. Az baszna be, de komolyan. Egy órája nem játszok szerintem. Na, hol a pecsenek? Hát nem tudom, mindegy. Valamelyiknél az van itt. Na akkor is direkt kilövöm, és nem fog pufámba robbanni. Na, ezért haltam meg az előbb. Robbanó ananász. Ha... Menj a picsába, az a kurva robban ananász, a rohadt buszi robban ananász. Kik a hülye ötete volt az? Rohadt nyupakagyiban. Ami ráadásul pont egy orosz játék cím. Vagy bocsánat, szovjet rajzfilm, ugye? Szóval milyen ironikus, hogy pont most veszed föl, Martin. Menj a francba. No. Hűan. Húha, itt jönni fog valaki. Így. Épp kifogyott a tár, egy töltény marad benne, egyes. Pucoljuk ki az irányító központot. Hát igen, de attól félek, hogy itt megint tesznek egy 80-an, becsukódik az ajtó mögöttem, hát persze. Úgyhogy most először eljövök ide és innen kezdünk darálni. Mennyien lehetnek egy irányító központban? Ez itt a kérdés. Legalább hárman. Négyen. Jussunk el a... ide. Úgy. Ott volt megint egy pűros gomb. Dick Marcinko amúgy a karakter neve. Matter of fact, I'm standing in the control center. I don't care if you found the Virgin Mary doing a goddamn handstand. You disobeyed a direct order. I am gonna court-martial your ass. Listen, Admiral. Nem hallgattunk a parancsokra, úgyhogy lehet, hogy most így az admirális szerint elárultuk őket. It's anti-ballistic and it's online. You are not serious. The Germans got themselves a working missile defense shield. They can shoot our nukes right out of the sky. That gives them first strike capability. No retaliation. Hát ez computer grafika 1-es. 1986 ember, gondolkodj. Akkor viszont 5-ös. Washington DC. Csak nem a... voltak a jegyek. Csak nem Amerikában megyünk. Használjuk a szovjetek saját rakétáit, hogy... hogy elpucoljuk ezt a helyszínt a létezésből. Piros gomb. Hallom, hogy jönnek az ellenfelek, csak nem onnan a lift mögül. De. Get to the chopper! Ezek hogy kerültek oda? Hüha. Hüha. Rakéta. Az a szépen lefejelte a polcot. És egyben maradnak a tárgyak. Így van. Nincs még vége. Ám ezzel még nincs vége. Bunker. Hüha. Na, akkor innét folytatjuk. Hát folytassuk. Nagy nehezen sikerült megcsinálni. Rezeteltem a Skype beállításokat, hogy ne nagyon szakadozzak meg. És sikerült rájönnöm arra, hogy hogyan fusson 1080p-ben a játék. Megmutatom, milyen felbontáson fut 1080p-ben.
Ezt inkább nem kommentálnám. Bennékem annak írja, és azt sem kommentálom, hogy hány küldetés van vissza. Ezt hagytuk abba az előbb, úgyhogy 3 pálya van vissza. És 75 perc alatt jutottam el ide, úgyhogy első látásra játszok vele. Ez szánalmas. Hát ez szar. Hát ez szánalmas. Ja, és azért mondjuk el, tehát hogy így abba hagytuk a mi a francot, mert azt hittük, hogy 4 órakor van a Forma 1. Erre kiderült, aztán... hogy nem. Aztán mondtad, hogy nem is 4-kor, hanem 5-kor. Igen, én voltam a hülye. Nem mindegy, mert én nem nézem. Igen, de legalább vettél közben eddig egy sportszeletet. Ja. Ó, az egy shotgun. Jóló. Na, akkor ennél használtok egy kicsikét másmilyen játékstílust. Hát erre nem lehet eljönni, gondolom, akkor itt valami kapcsoló. Nem, nincs kapcsoló, akkor ez itt egy zsákutca akarna lenni? Nem hiszem, mondjuk a térképen nincsen feladat. Hát erre nem lehet elmenni. Addig újra töltök. Ja, nem tudok egyszerre futni és újra tölteni. Ó. Igen, ezt itt kinyitni nem lehet. Úgyhogy itt gondolom van egy kapcsoló valahol. Így. Computer Guidance System. De ez mi volt? Martin? Na, most megszakadtál. Vagy hogy nem tudom, mi történt. Nem, de nem is, hogy megállt a képernyő egy picit. De most, na végre, most már megy. Nem tudom, mi volt ez. De nem úgy gondolta a játék, hogy szabotál. Az úgy tök jó, hogy egy szerelőbe lőttem 2-t, és így jó lassan megfordul. No. Az hogy csúszott el? Itt úgy játszok, mint egy idióta. Még idiótábban. Csak azért, mert shotgunom van. És ez most tényleg shotgun. Te nagyon baromarcú! Hallok egy kis orosz beszédet. Hát valószínűleg ezért itt. Oros. Oros. Megöltem az ellenfelet. Oros. Hárman is van. Valaki engem el tud itt találni. Ja, oké, másik oldalról. Jól van, itt volt az elmentés amúgy. Nal. Belül a Fonor, Warfinger. Arra a játékról, hogyha lehetne beszéljük. Azok után, hogy így script miatt megálltam egy helyben, és túléltem azt, hogy rám esett egy oszlop. Ezt inkább ne, csak érhetném. Na, meg tudsz ölni? Nem. Ká. Na, hol vagy? Hát itt voltál. Kaptam 2 töltényt, de kedves. Bejött ellenfelek az ajtó mögött. Gránát. Minden pályán kapok 6 gránátot, de jó. Hát ezzel egyet sikerült megölnöm, de jó. Pedig odaadottam ki, ahol 2 is vannak most. Így. Megvárom ezt, hogy így újra töltsön. Úgy. Egynek annyi. Sőt, már 2-nek is. Pencseng, adjá. Mondjuk a shotgun helyett inkább ezt használjuk. Na, tovább megyünk. Martin, próbálj egy kicsit sietni. Oké. Inkább ezt a játékot csak úgy lehet játszani, hogy sietve, mert most miben nyújt többet, mint egy átlagos FPS? A szinkronban?
Na, tudom, hogy eljönnek itt. Oha, így van. Annyira kiszámítható. Itt is lesznek egy... Oha. Hát ez itt most átmentünk drrr darába. Még egy elmentés, jól van. Hello. Hú, piros. És egyes. Hát most picit megállunk, hogy gyógyuljunk, úgy van, mehetünk tovább. Ó, oh, te még mindig élsz. Most már nem élsz. Megholtam. Kám. Na! Kiszállítható módon ellenfél az ajtó mögött, meg ott hátul is. Még nem haltam meg. Még. Kihangsúlyozom. Kilátszódik a fegyvered? Alapvető hiba. Meg az is, hogy kaptam egy hudot, hogy látom, hogy hol vannak az ellenfelek. Na, itt lesz egy néhány... Nem, de ott. Mennyi sok szar. Mennyi sok szar. De tényleg ez, hogy ezek után még két pálya van, ezt nem bírom elhinni. Jó, mondjuk... neki, hogy csak kettő van ezek után. Jó, mondjuk... Mondjuk nekem nem kerül sok... Azaz szép volt, nekem nem kerül sokba az a játék, ami 1100 forintért vettem postaköltsége bontatlanul. Úgyhogy... Mi a francnak ott áll ki ezért pénzt? Nem ismertem azt a játékot, mondom, most játszok vele először. Erre... De nem gondoltál? Másik pedig tudod jó, hogy én milyen játékokat szoktam így gyűjteni. Igen, tudom milyen játékokat. Pimaj rajd. Így van. Hú, belétek kell egy pár lövés. Abba viszont nem kellett. Látom, hogy ott rohan... bejöttetek négyen is. Az ott nagyon szépen úgy maradt, hogy így le tudtam lőni. Az ott föl fog robbanni. Na hát, fölrobbant. Jaj, egy gránát. Úgy. Szerintem ez itt a pálya vége, de erre nem mennék, biztosra. Bár ott hirtelen... Küldjöttük a számlát, faszopók. Ennyi volt. Kinek a nevére állíthatom ki? Dick Cheney. Az egy politikus. De így, valamilyen Dick. Dick Marcinko. Dick Marcinko. Na, utolsó előtti pálya. Jussunk el a gát tetejére. Most alapból adódna egy szóvic, de inkább nem teszem meg. Közben eszembe jutott, hogy mintha láttam volna ezt a játékot a Game Centerbe. És nem vetted meg? Hú, Dragunov, adjál! Egyrészt azért, mert PS3-ra vagy X360-ra volt, most nem emlékszem, hogy melyikre. Másrészt meg ezt a szart. Igen, ezt a szart. rohadjatok meg, tovább megyek. Dragunovat elrakjuk későbbre, mert jó, hogy van. Mint például innen esetleg... egy kicsikét nagy a zoom. Ide jó kis Vanilla Ice dallam, de jó lenne. Mondjuk azt a gitárriffet egy másik számból szempingelte.
Úgyhogy inkább hagyjuk. Vanilla egy számos ice. Vanilla jégkrém. Na, mikor gyógyulok meg? Most. De jó, mindig kírja, hogy töltsük újra. Mr. Tooltip. Na. Jaj, meg jaj, hirtelen a semmiből 6 gránát. Úgy. Igen, meg itt 4-en vannak a térkép szerint. Jaj, hát az ott valami robbanó volt. Jaj, ez egy holttest. Az ott egy holttest volt. Nem baj. Ez sem. Valaki nem támogatja a banzai mozdulataimat. Nagyon helyes. Ezt nem szabad támogatni. Szerintem ez ott van fönt. Bár nem látni, mert annyira is a hó. Ó, kicsit följebb van, de igen, ott. Hát te még élsz, hogyha jól látom. Hát gondolom erre kell menni, mert nagyon egyirányosított ez a játék. Na most kezdesz el recsegni. Folytassuk kalandjainkat. Igen, tudom, Skype képen nem valami szép, nem mindegy. Ennyit számított az, hogy rezeteltem, úristen, tudtam rezetelni. Jaj. Az ott szépen nem reagált rá. Tudom ám, hogy itt vagy. Jaj. Úgy. Na, hát akkor itt jaj, kijövünk. Jaj, elmentés. Na, hát akkor... Ez a játék egy olyan 200 forintos kategóriába szerintem elmenne. 200? 200? Az úgy korrekt lenne. Jó, mondjuk Mickey Rourke miatt egy 500-os megér. Mi? Azért, mert leítatták a Mickey Rourke-ot, hogy na most káromkodjál rá a játékunkra, aztán ennyi. Aha. Egy 800-os bőndri összerakó... De jó, nem is volt így a... Nem is volt így elszíneződve így a... Így a... az, amit látok, de azért meghaltam. Na jó, oké. Kicsit óvatosabbra veszem, jó? Game over, összeesős játék. Igen. Burnley, összerakós játék kollekció. Mostanában nem néztem, hogy milyen Burnley-k vannak. De hiányolom... Igen. De remélem, hogy van bennük Glacier 3. Erre mondtam volna én is, de hiányolom a Glacier 3-at. Jól van. Kéne egy ilyen RPG pak, hogy Morrowind, Fantasy Star Online és Glacier 3. Martin ajánlása, jaj, robbanó oldók, lehet, hogy azért haltam meg. Tudod mit? Nem. Baszoljon meg. Így. Nem adok második esélyt. Nem, hát Dragunovval itt sokra nem fogok menni. Elnézésem van, itt be fog scriptelni. Így is van. Be fog scriptelni ellenfeleket. Jaj, kifolytom a töltényből. Jaj, hát akkor egyszer élünk alapon. Jó. Úgy, az ott egy jó volt. Na. Fölveszük ezt a szart, ami neki van. OTS 02.
Na. Kettő. Kettő. És megvárom, amíg gyógyulunk. Jaj, robban. Ezzel a fegyverrel nem egyszerű célozni, mert hülye vagyok. Na, jaj. Robbanó töltet. Úgy van. Na, addig várom már, hogy úgy van a se ajtó mögül ellenfelek. Várok kicsit, meg ne dögöljek. Úgy. Gondolom most a hátam meg is. Hát persze, hátam meg is rak ellenfeleket. De ez szerintem fölrobbantotta magát, de ez senkit nem érdekel. Jaj, egy kis minimális sprintecske, úgy van. Ide lehetjük a harmadik töltetecskét. Jaj, party time. Party time is anytime, spider ghost, mosópor. Nem tudom, mi a francról beszéltél. Jaj, hello. Ez olyan random volt. Hát most miért? Spider ghost, mosópor. Így egyszer. Láttam egy furgon, hogy megkérdezték, hogy a Spider Ghost az nem egy mosópor márka. Jaj. Na, meneküljünk el a gátról. Gát. Jaj. Jaj. Jaj, magam mögött hagytam az ellenfeleket. Elmenekülünk a gátról, akkor mondhatjuk azt egy viszontlátásra. Iménye. Igen, amúgy magam mögött hagytam egy pár ellenfelet. Melyikőtök akar esküt meghalni? Vagy például ezek itt kilóg innen? Jajjaj, az ott robbanni fog. Úgy. Na végre, te meghaltál. És ugye, te is meghalsz, úgy. Látlak ám. De sajnos te is, úgyhogy jaj. Na. Ezek után lehet, hogy már inkább megcsinálom ezt a játékot, mint hogy a Formegyet nézzem, hogy Mercedes, Mercedes, YOLO. Múltkor jól olvastam, hogy végén még az lesz, hogy Fettelnek fog szurkolni. Igen. Miért? Inkább nyerjen ő egy évek óta nem nyerő Ferrari-val, mint a Mercedes már megint. És a Red Bull? Az annyira szar és megbiztottan, hogy szerintem ők körülhetnek, hogyha idén még a végén a negyedik helyen végeznek. Jól hallottam, a negyedik helyen végeznek. De ez mi? Ez most hogy? Hát szar a Renault motor. Ilyen egyszerű. És régen miért volt jó? Hát mert most már nem V8-as motorokat használnak, hanem V6-os turbo motorokat. Ja, föl kéne menni, és gondolom itt a pálya vége. Nagyon remélem. Ez ott... Majdnem meghaltam amúgy, csak így halkan megjegyzem. De most... Hát ez közel volt. Hát ennek sok értelme volt, mit te mondjak. Életbe hagyjuk, miért ne? Lal. Menj már az útból, hülye! Tűnés! Így, meg nem vagy útba. Az úgy korrekt! Na. Na, tovább megyünk. Elvileg valamerre erre kéne. Nem végezzük ki. Lejövünk. Úgy.
Így, és akkor itt, amit megint a másik végére. Úgy. Jó, és még hányszor kell lejátszani. Jaj, eltaláltak közben. Jaj, nem érdekel. Na, itt a vége. Wow. Akkor már csak két pálya van hátra. Aha. annyira pozitívan állok hozzá ez a játékhoz. Na. Jaj, észrevettek. Jaj, nem érdekel. Jaj, Szovjetunió logó. Cirill betűkkel, tehát az nem CCCP. Hanem az, hát, magyarul, vagy ne, hát, SSSR, ha jól tudom. Mindegy, öljük ezeket az ellenfeleket, jaj. ez előbb ilyen szomszédok dallamú volt. Tü-tü-tü, dráma. Jaj, múltkor Epus beteg volt, jaj, utána egy virágdoktor lett beteg, jaj, forgatókönyvírás változatosan. Ja, meg ez, hogy fölhözlek a börtönt, viszek majd neked levest, per leveskét, per mit tudom én. Változatosság, tényleg gyönyörködtet. Meghalok közben? Erre lesz a kíváncsi. Valaki engem nagyon lő, nem tudom honnan lő, de nem haltam meg. Arra voltam tényleg kíváncsi, hogy itt most meg fogok-e halni attól, hogy én itt közben kivégzek valakit és lőnek. De úgy tűnik, hogy nem. És gyere, kapcsolják. Úgy. Na. Jaj, még élsz, jaj, nem élsz. Jaj, de másik ellenfél ott még él. Jaj, jaj, pencseng, adjál. Azt kell, adjál. Pecseneg, mit tudom, már nem is sem figyelem. Csak azon, adjál. Jaj. Ez az erővel játszhatnék azzal is, hogy én vagyok, hogy én kenyér vagyok. Van egy ilyen játék, I am bread. És nem viccelek. Nem tudom. Játék? Nem tudom. Mondjuk hallottam róla. Na, folytassuk Mária kalandjainkat. És itt hagytuk abba a Rugó Warriort, mindenki kedvenc játékát. Zárójelben megjegyezném, hogy abszolút nem. Úgyhogy most itt írtani fogjuk az ellenfeleket, és hát, hogy jobb egereznem is kéne, hogy nehogy meghalljak. És jönnek ide az ellenfelek, mint hogyha butalibák lennének. Mondjuk annyira kb. Ezen a szinten is lehetnek minden bizonnyal. De tegyük hozzá, hogy ez még mindig az utolsó előtti pálya. Hála jó égnek. Ugye, Martin? Igen. Jó. Jó. Na. Mit kell itt csinálni? Hát, igen. Úgyhogy ezt nem is nagyon magyarázom, mit kell csinálni, mert semmi extra feladat nincsen. És természetesen a Szovjetunió logója az még mindig itt van, meg az állam zászlaja is. Az állam? Igen. Ami nem te vagy, hanem én vagyok. Na. Gyere csak vissza. Bukjál ki onnan szépen. Nem, akkor kicsit előrébb jövök. Ja, itt van fegyver. Milyen fegyver? Jaj, jó fegyverem van, akkor nem váltok. Itt, ketten vagytok. Na, akkor itt újra töltök addig is. Igaz, hogy van egy halom töltényem, de mindegy. Ja, igen, valamit akartam kérdezni. Csak nem volt lehetőségem rá így a hétvége során. Na, kérdez.
Szerinted mi a vélemény arról, hogy ennyi tüntetés van? De nem hallottam a kérdés végét, mert belerúgtam abba, hogy szerinted mi a vélemény arról? Szerinted mi a vélemény arról, hogy ennyi tüntetés van? Elmentés. Ez most egy kőkomoly kérdés. Mi a véleményed arról, hogy ennyi tüntetés van? És megszakadtam, és kirak a Skype. Na. Egy IP címváltással később, mert túl sok ideje van ez az IP cím, amit használok, úgyhogy talán most sem fogok megszakadni, de lehet, hogy megint meg fog szakadni, de remélhetőleg nem, nem kéne. Az ott szépet esett. Főleg azért mondom ezt, mert ez az utolsó előtti pálya, úgyhogy most már ne nagyon legyen szar, ugye Martin? Megint meg fog szakadni, de jó. 3, 2, 1. Na mikor fog kidobni a játék? Na. Még mindig nem. Vagy most csak hallgatsz. Ezt most már nem fogjuk megtudni. Na, melyik irányba? Robbanó hotdog, gyanús, nagyon gyanús. Mikor triggereli be az ellenfeleket. Elmentés. Nagyon csend van. Miért van csend? Nem tudom. Én most megölöm. Ezeket itt megölöm. Mind a kettőt. Még őt is. Úgy. Jaj. Erre én haltam meg. Gratulálok. Oló. Amúgy a zene is újraindul. Ami nagyon zseniális. Hello. Hello. Na. Most, hogy ez is megvan, kaptunk még egy elmentést. Megint kinyitjuk az ajtót. Na, várjunk. Na, ne szakadjunk meg. Arról maradtál le, kedves Martin, hogy haladtam, egyszer meghaltam, volt 3-4-5 ellenfél, tovább mentem, volt 2 elmentés, úgyhogy kicsit mennyi fegyver így. Tök jó. Lejöttem a folyosón és kaptam még egy elmentést. Mire föl? Most itt egy boss fight lesz, vagy mi a rosszabb? Hát mindjárt kiderül. Uha. Ja, mondjuk túl sokat várok ettől a játéktól. Szerinted miért lenne ebben a játékban boss fight? Miért ne lenne? Hát mert ez nem éppen egy olyan játék, amiből kinézném. Talán. Szerintem meg simán lehetne. De szerintem nem lesz. Oké. Okay. Jó. Viszonylag nagy terep. Valaki itt van hátul, ott. Robbanó hordó, doboz, mindjárt fölrobbanok. Fussál befelé, nehogy meghalljak. És majdnem megdöglöttem. Lel. Ha valaki föntről lő. Te galád. Te drága Clementina. Úgy van, végre meghaltál. Robban oldók. És nem halt meg tőle. Mondjuk lehet, hogy kicsit messze volt attól. Na. Jaj, hát te még ott még mindig élsz. Na most már nem élsz. Na. Akkor ez is megvan. Vajon melyik irányba kell menni? Hát a térkép szerintem is tudom valószínűleg erre. Úgy. Ja, hogy itt nem kellett gombot nyomni? De, most kell megnyomni. Jaj, de jó, megyünk fölfelé. De még nincsen vége. Az életem csak játék és mese. Töpördögök. Úgy van. Na, ma délelőtt... Írtjuk a tavarisokat, igen. Mert most még délelőtt van, amikor ezt fölvesszük. Hétfő ráadásul. Igen. Megnéztem a szomszédok ismétlést. És Facebookon írogattuk, hogy milyen hülyeségek voltak benne megint. Hashtag Horváth Ádám.
Az. Például egyik jelenetben a Julcsi, a Mangai Julcsi, az ott játszik a haverjával, a Videoton TVC-vel, Commodore 64 jellegű számítógép. És a másik jelenetben meg már az van, hogy Magenőknek nincs pénze, babakocsira is alig van pénz. Hát egy TVC nem volt akkoriban olcsó szerintem. Nem hát. Mi nem C64-et vettek? Ja, mert ezt importálni kellett volna a Bécsből, jaj. Jaj. Miközben Lenke néniéknek TV-jük sincs. Ó, de sötét van itt. Na. É. Hát igen, mert ellopták, mint az oroszok a tankot. Benne volt a kombinátfogó. Hát innen jöttem szerintem, úgyhogy nem erre kell menni, úgyhogy ez hülyeség. Úgyhogy én itt most körbenézek. Igen, itt jöttem be. Talán itt le kéne jönni esetleg. Nem. Itt, gondolom itt egy ajtó vagy egy gomb. Nem. Oké, valószínűleg más irányban van. Valószínűleg itt a más irányban van valami, és akkor ezt kéne itt megnézni. AK-74-es. 74-es. Milyen fegyverem van? Másik. Na, add csak ide. Úgy. Hello. Ó, hát ez nem úgy megy az. Ezt a tavaristot megöljük, úgy van. Ja, és ez a semmi negatív szándék, hogy azt mondja, tavarist, hát Szovjetunió, elvtársak, szóval. Ez a semmi hülyeséget nem mondok. 89-ben meg azelőtt azt mondták, hogy ruszkik haza, mármint hogy menjenek haza, most meg azt mondjuk, hogy ruszkik haza, hogy jöjjenek vissza. Haza. Öttem. De ebben nem fogunk belemenni, hogy ez jó dolog-e vagy sem. Paks 2. Ja, Paks 2, Joystick 2, mit tudom én. Valószínűleg itt másik irányba kellene menni, mert én, vagy igen, el... másik irányba kellene menni. nem abban az értelemben mondtam a másik irányt, most itt... Én mondjuk, hogy nem tudom, melyik irányba kell menni, valószínűleg ez az ajtó. Nem működik, úgyhogy arra nem megyünk el. Na várjunk csak, itt van ez a folyosó valószínűleg erre, de hát innen jöttem. Itt jöttem be. Úgyhogy el kell jönni erre. Megyünk egy kört. Én megtévesztett, mert itt volt egy liftes rész. Úgyhogy mégis a lifthez kell menni, és akkor én vagyok az ostoba, jó van. Látod, most bezzeg egyből. Jó, gratulálok. Olyan nézésem volt, hogy csennyen jöttem volna. Ó, itt van egy a szokásos zöld teljezett ajtó, és itt egy elmentés is. Rakjuk C4 töltőteket a rakétákra. Hát ide berohanunk, oda rakunk egyet. Lal. Nagyon ilyen retropornóza nem egy. Kis finom úri gitár riffekkel. Igen, ez viszont szomszédoki utalás, ez a finom úri. Ja, mondjuk az ít azt, hogy kinyújtják. Igen, az itt azt kinyújtják, hogy finom úri. Finom, meg piros. De várjál, ezt kivégezzük. Ideje volt már. És közben nem tölt energiát. Aha, értelek. Na, akkor erre itt nem megyünk, viszont ide rakunk. De várjunk, erre raktam a töltetet, könyörg. Jaj, ez a másik rakéta. Jaj, trigger elé, zajtónyitás, gondolom itt ellenfelek, jaj, egy gránát, jaj, még egy gránát. Hát van egy robbanó oldó is, úgyhogy oda dobunk még egy gránátot. Hát gondolom ettől egyik se halt meg. Nem bizony. Ugye milyen meglepő? Azt átöltem az ajtón? Most nem azért. Jaj, meghaltam, ilyen jogó. Na jó, ne szórakozzunk. Ne szórakozzál, mert Zsolt így föl lesz hívva. Az biztos. Egyet megöltem egy gránáttal, OMG. Jaj, ez is fölrobban. Kaptam még egy elmetést, gondolom, hogy megint ellenfelek az ajtó mögött. Ezt simán átnevezhetnénk generic FPS-nek.
Ja, és ezt teljes áron kínálták, Martin. Tehát a single player, amit kb. Két óra alatt végig tudsz vinni, $60. Jó, igaz, van multiplayer-e is benne, de amit olvastam róla, az sem valami nagy dobás. Tehát ezt a játékot teljes áron kínálták 6 évvel ezelőtt. És a Walking Dead Survival Instinctet? Azt is. Az még mindig 40 euró Steamen, csak így nagyon halkan megjegyzem. Annak ellenére, hogy 2 éve jelent meg. És hogy... és hogy... mennyi idő alatt lehet azt végigvinni? 40 perc alatt. És nincsen benne multiplayer. Nincs. Annyi, jó, annyi benne az újra játszhatóság, hogyha több adott túlélőkkel fejezed be a játékot, akkor más relikeket nyitsz meg, és akkor más képességed lesz, ilyen passzív képességed a játék újrajátszása során. De ennyi. Hát ennek kevesebb értelme van, mint egy kifli csücsöknek este 10 órakor, ami ráadásul vasárnap van, és szombati a kifli. Úgyhogy semmi. Úgyhogy Jaj, pont kifogytam. Generic FPS. Igen. Hát ennek totálisan illik az a cím. Hú, majdnem megdögöttem. Teljesen illik hozzá ez a játék cím. Lehet, hogy van olyan elvetemült, aki még ezt is élvezi. Hát jó, ez egy könyvadaptáció, tehát könyvből készült játék, hogyha jól tudom. Az ott szépet robbant. Mint a 008-es ügynök. igen, pontosan. De, tehát... megint ugye úgy lesz befejezve ez, hogy nem ajánlom. De, komolyan. Ezt, most már én is megbánom, hogy ezt a játékot gondoltam, hogy vegyem elő. De legalább többször nem kell vele foglalkoznom, lol. Ezben az egyetlen pozitívum. Mert hogy ezzel többet nem fogok, az hozziher. Itt a vége, mert mondom, most fog elmenni a tenger alattjáróval, és itt a pálya vége. Aha. Ott jönnek a kollégák. Nem, nézd, Stalin. Ja, hogy ez velünk van. Looks like we got all dressed up for nothing. Present for Admiral Peyton. Developed evidence for the defense of my court-martial. Itt a bizonyíték, hogy ne csukjanak rá. Na, közben háttérben trabant motor. Úgy van, elindulunk, és jön az utolsó pálya. Jaj, de jó. Pálya, asztal, na ez mit tartogat számunkra? Biztos van egy változatos kihívás. Mi? A pornószer nem egy háttérben. Ez volt az utolsó pálya. Itt van mi a poén, hogy közben Mickey Rourke itt káromkodva reppel a háttérben. Egy pornózenére. Úristen, Martin, mi a fasz ez? És jól látom, hogy így vibrálnak így a szövegek? Főleg a képernyő tetején. Most nem mondod, hogy itt is screen tearing van, mert akkor beszarok. Látom, hogy vibrál egy-két szó. Ez hihetetlen. És komolyan ez volt az utolsó, de én jól láttam, hogy szerintem még egy pálya volt. Lehet, hogy itt a végén kírja, hogy ám ezzel még nincs vége, teljesítsd az utolsó pályát. Prakash Chaurarya, Kualid. Hát hogyha ő volt az egyik vezető minőségtesztelő, akkor szerintem már rég kirúgták. Szaros karóra. Bethesda, bazd meg! Ők adták ki, igen. Amúgy mondtam, hogy Rebellion fejlesztette, de igen, a Bethesda adta ki.
azok se nézték meg a játékot előtte. Ahogy most nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy ZeniMax, mert a ZeniMax ilyen betesít a szóval lényegtelen. De erre a játékra még vélemény sem tudok alkotni. Rövid, unalmas, monoton, semmi újítás. Kész, ennyi. Ez elintéztem. Hogyha erről videótesztet kéne csinálnom, azt, hogy mi lenne 10 másodperc, így, elmondom. Na, a single playerre játszottam a Rogue Warrior, nem, újra kell kezdenem, mert Rogue, szóval, na, óra indul. A Rogue Warriornak a single playerével játszottam a legutóbb, és nem tudom ajánlani ezt semmilyen értelemben, mert ez annyira egy monoton és unalmas FPS, hogy nem akarom, hogy megvegyétek ezt a játékot. Kész, ennyi. Ennyivel elintéztem. Oké. Okay. Ennyi. És most megint visszatérünk oda, hogy egy videó végén nem ajánljuk a játékot. Bazd meg, egyikünk se játszott ezzel a játékkal, te nem is hallottál nagyon róla. Úgyhogy nem tudtuk, hogy mire számíthatunk. Ott van egy magyar is. Tamás. Cigány? Nem, cegény. Nem látom itt. Hát kedves cegény Tamás, sajnálom, hogy ebben kellett részt venned. Jó Istenem. És még mindig megy a zene. De várjál, tehát single player. Mission select. Mi van? Van egy elmentésed. De hogyha continue-ra megyek, mi van? Betölti a mentés. Utolsó. Állj meg egy állj. Nekem itt valami kurvára nem tetszik. Tehát a DOY volt az utolsó. Akkor ez így a hülye, és nem volt több küldetés, de szóval. Tehát. Nem, ez volt az utolsó pálya. Ennyi. 4, 5, 6, 7, 8. 8 pálya van összesen ebben a játékban. És hol láttál te 9-et? Valószínűleg a Beck-et néztem annak. Gotrák van annak. Nem baj, legalább meglepődtük azon, hogy tényleg így van vége. Akkor most teljesítsük az utolsó pályát, a Beck-et. Oké. Okay. Kész. Na, Martin, vélemény esetleg? Ennyi? Tehát ez egy játék, amit miért kellett kiadni? Hogy Mickey Rourke-nak legyen egy kis pénze. Ennyi. Csak ezért valaki megveszi ezt a játékot, mert Mickey Rourke. És komolyan, ez a játék ott van eredetiben a szekrényemben. Nem, tehát ez lényegében tucat játék, tehát olyan, mint a Liam Neeson filmek, hogy mindegyik ugyanarról szól, meg minden filmben ugyanazt a szerepet alakítja. Ez is olyan játék, hogy olyan, mint egy tipikus FPS. Lövöldözöl, fedezék, lövöldözöl, pálya, kész. Úgyhogy ehhez nem tudok mit hozzáfűzni. Én még hozzáfűznék valamit. Ennek a játéknak, hogy a single playerét nézzük, tudod mennyi újrajátszhatósága van? Nulla. Pontosan. Mert még gyűjtögethetőket sem tettek be ebbe a játékba. Úgyhogy ennyi. Többet nem. Köszönöm szépen a figyelmet. Hát még az se. Tudostáska, sajátos kifejtés, Ósperec. Sziasztok!